Doni megemlékezés Kisbodakon és Dunakilitin is tisztelegtek a tragédiában elhunytak előtt. Településkép megtartása bárki számára elérhető a településképi arculati kézikönyv. Szabad fogas, téli ruhák cserélnek gazdát a bohém tanyán. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. Január 12-én a Doni áttörés 79. évfordulójára emlékeztek országszerte. Az 1943-as eseményekre térségünkben is több helyen megemlékeztek, köztük Kisbodakon és Dunakilitin, ahol műsorral, beszédekkel tisztelegtek a tragédiában elhunytak előtt. Dalokkal és versekkel készültek a kisbodaki iskolások és fiatalok január 12-ére. A Fújdogál a szél az öreg Duna felől című pályázat keretében tartott megemlékezésre, ahol a Doni áldozatok előtt tisztelegtek. Kisbodakon 20. alkalommal emlékeztek meg azokra a honvédekre, akik a Donnál a II. Magyar Hadsereg soraiban, vagy éppen munkatáborban vesztették életüket és sosem tértek haza. Megemlékező beszédet Bán Elvire mondott, aki az 1942-es és 43-as eseményeket elevenítette fel. 1943. január 12-én az oroszok áttörték a frontvonalat. Ez a 43-as év egyébként is fordulat a háború menetében, mert a távol-keleti fronton, a Midway-szigeteknél, az afrikai fronton, El Alamein-nél, és a keleti fronton pedig Stalingrádnál fordulat következett be. Eddig előre nyúló fasiszta seregek, az olaszok, a japánok, a németek a csatlósaikkal együtt most menekülni és visszavonulni kényszerültek. A Doni áttörésnél 12 kisbodaki vesztette életét, akikről külön megemlékeztek az évfordulón. A megemlékezésen Bekő Bálintért, Gonda Ferencért, Kálmán Márkért, Makai Ferencért, Tóth Istvánért, Vecsei Lászlóért, Ceferner Józsefért, Hörömpöli Istvánért, Makai Dánielért, Pausics Ferencért, Vecsei Ferencért, valamint Világi Vilmosért gyújtottak gyertyákat. A templomban tartott megemlékezést követően a résztvevők közösen vonultak át a haranglábhoz, ahol elhelyezték gyertyáikat. A Doni katasztrófáról 20 évvel minden évben Dunakilitin is megemlékeznek. A templomban tartották a megemlékezést, melynek műsorát Mayer Gizella állította össze. Elsőként a himnuszt énekelték el közösen, majd felidézték, mi történt a magyar katonákkal a fronton 1943-ban. Ebben az órában országszerte tüzek gyúlnak, gyertyák fényei robbannak, azok emlékére és tiszteletére, akik 79 évvel ezelőtt felvállalva a lehetetlent, hazántól távol életüket áldozták a harcokba. Elhangzott Gyóni Géza Csak egy éjszakára című verse, de felolvasták azt a levelet is, melyet Kovács József tartalékos címzetes szakaszvezető írt feleségének a Donkanyarból. A műsorban közreműködött az idén 35 éves Dunakilitiért Egyesület és Rajka Fekete Erdő Egyházközség vegyeskara is. Droggal teli zacskót és kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket találtak a rendőrök egy 33 éves moson-magyaróvári sofőrnél még szerda hajnalban. A járőrök az Aranyos-sziget utcában ellenőrizték az autóst, a ruháját és a kocsit is átvizsgálták, így került elő a kábítószer. A férfit előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol pozitív lett a drogtesztje, ezért kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Még 2017 év végén készült el Moson-Magyaróvár településképi arculati kézikönyve, ami a város jellegzetes arculatát, épített örökségét tartalmazza. A kézikönyv mellett elérhető a településképi rendelet is, ami a helyi jogszabályokat foglalja magába. Ajánlások a kerítésekre, cégérekre, közparkokra, de épületmagasságra, szín- és anyaghasználatra is, mindezek városrészekre lebontva.
Többi között ezeket az ajánlásokat tartalmazza a Moson-Magyaróvár településképi arculati kézikönyv, ami bárki számára elérhető. A településeknek 2018-ig kellett elkészítenük a település arculati kézikönyvet, ami a várost, annak település részeit, egyes épített örökségeit tartalmazza, valamint ebben olvasható az az ajánlás is, ami az épített környezet fenntartására és illeszkedésére készült. A kézikönyv mellett az önkormányzatoknak egy településképi rendeletet is el kellett készíteniük, ami a helyi jogszabályokat tartalmazza. Korábban is voltak külön-külön önkormányzati rendeletek a helyi építészeti védelemre, a nyilvántartásra, illetve a fenntartásra vonatkozóan. Volt külön rendeletünk a településképi véleményezési eljárásra, ugye ezt építési engedélyezéskor egyes védett területeken, illetve nagyobb épületeknél kell alkalmazni. Külön rendelet volt a településképi bejelentési eljárásra, ez ugye nem építési engedélyhez kötött felújításoknál kellhet, homlokzat felújítás, tetőcsere, ablakcsere, elsősorban védett épületeknél, védett területeknél kell ezt alkalmazni. Külön rendelet határozza meg többi között a helyi rendeletet, a településképi követelményeket, valamint a helyi természetvédelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó követelményeket is. Ezek a településképi rendeletbe frissített, megváltozott tartalommal kerültek már be. Annak érdekében, hogy a város egységes képet mutasson, a településképi véleményezési eljárás során a polgármesternek van nagy szerepe. A védett területeken, illetve bizonyos méretekhez kötött épületeknél, 500 négyzetméter kétszintnél magasabb, kötelező a építési engedélyezési eljárás előtt ezt a véleményezést lefolytatni. Ha a polgármester nem nyárul hozzá, akkor nem adható ki az építési engedély. Rengeteg ilyen ügyünk van, és számos esetben vissza is adtunk terveket átdolgozásra, úgyhogy így azért sikerülhatni a településképre. A településképi arculati kézikönyv bemutatja a város jellegzetes arculatát, épített örökségét és egyes városrészekre lebontva tartalmaz elvárásokat a településkép megtartására, alakítására. Az ajánlásokat új épületek tervezése során vagy felújításoknál is figyelembe kell venni. A településképi arculati kézikönyv, valamint a települési rendelet bárki számára elérhető a város honlapján, a www.moson-magyaróvár.hu oldalon. 2022. június 30-áig érvényesek a veszélyhelyzet idején lejáró okmányok, hívja fel a figyelmet a kormányhivatal. Az országgyűlés még karácsony előtt döntött a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, és ezzel összefüggésben több szabályozási kérdésről. A parlament által elfogadott törvény szerint, akinek 2020. március 11-e és 2020. július 3-a között, vagy 2020. november 4-e és 2022. május 31-e között járt vagy jár le a hivatalos okmánya, az 2022. június 30-áig érvényes lesz. A december 17-én elfogadott törvény külön megemlíti a hivatalos okmányok között a forgalmi engedélyeket, de a korábbi szabályozások alapján ebbe a körbe sorolhatók a diákigazolványok is. Moson-Magyaróvár is csatlakozott a Szabadfogas elnevezésű országos akcióhoz, melynek lényege, hogy téli meleg ruhák cseréljenek gazdát. Ha valakinek van felesleges, már nem használt téli kabátja, azt felakaszthatja az úgynevezett szabadfogasra, hogy más, akinek szüksége lehet rá, elvihesse onnan. Az egyik kabátot teszi vissza a válfára Kocsis Angéla. Férfi, női, kisebb és nagyobb méretű, vászon vagy éppen szövet. Sok-sokféle kabát cserél gazdát a bohém tanya kapu aljában. A téli időszakban Moson-Magyaróvár is csatlakozott, Kocsis Angéla koordinálásával a Szabadfogas elnevezésű országos jótékony mozgalomhoz. Országosan tulajdonképpen a legrászorultabbakat, főleg a hajléktalanokat támogatják kabáttal, melegruházattal, viszont mivel a Bohém Tanya ez egy újrahasznosítási központ is, textil újrahasznosítással foglalkozom, ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek felé közvetítsük a vásárlás csökkentést és hulladék csökkentésének a fontosságát. Ezért, és hogy segítsenek másokon, bárki hozhat ide meleg ruhát, és el is viheti a fogasról azt, amelyikre szüksége van.
A szabad fogas, bár eldugott helyen van a városban, nagyon népszerű. Szinte minden nap gazdát cserél egy-egy meleg kabát vagy pulóver. Még az árványt is úgy kaptam felajánlásból. Tehát azt is így meghirdettem a Facebookon, hogy szeretnék szabad fogast csinálni, de nincs állványom, valaki tudná támogatni, és akkor tulajdonképpen válogathattam, mert 5-6 állványt is felajánlottak, és ami meg nem kellett, azt így a példaegyesülethez tovább irányítottam. Ha valakinek van otthon már nem használt, de jó állapotú meleg kabátja, felajánlhatja a szabad fogasra, amely a Templom utca 5-ös szám alatt található, a Bohém tanya bejáratánál. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton közepesen felhős idő mellett egy hideg front éri el térségünket, erős lesz a szél. Mosonmagyaróváron is a térségben 6 fokos maximumot mérhetünk majd. Vasárnap is marad a felhős idő, többfelé képződhet köd pára. 5 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendégei Major Tamás rendező és Pásztor Ádám színész, akikkel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Szomszédvár című magazin műsort nézhetik meg. Hétvégén az új évköszöntő koncertet vetítjük. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!